Na, itt vagyok az orlandói állatorvosi konferencián, hihetetlen sok teremben egyszerre folynak előadások. Ott az ajtónál lehet látni, ott az a két kis piros ruhában lévő diákokat állnak, és akik bemennek, annak beszkennelik a kártyáját, mindenkinek van egy ilyen névjegykártyája. Beszkennelik, és akkor azt mutatja meg, hogy valaki, tehát ki melyik előadáson vett részt, mennyi ideig, tehát valaki kijön, utána, hogy bement, akkor azt érzékelik, hogy valaki nem volt bent. És a konferencia végén ez a szoftver program, ez összeadja ezeket az órákat, ki hol volt, úgyhogy nem lehet vita abból, hogy valaki részt vette, vagy nem. Újdonság, illetve most jobban elterjedt az, hogy minden előadó terem előtt felállítanak egy nagyképernyős tévét, amelyen kívül is lehet ülni, és ezekért érdekes módon, hogy nem jár pont, csak ha bemegy az ember, viszont így véges végén lehet látni, hogy különböző programok futnak, valamelyiken kevesebben vannak, az ott éppen egy ilyen onkológiai labor, onkológiai előadás. Itt pedig nagy állatokkal foglalkozó előadások vannak, illetve ott látom, ott éppen egy kisállat anesteziológiai előadás van, különböző anesztézia protokollokat mutatnak be, lehet látni őt. És amerre az ember, ameddig a szemmel lát, véges végig, egész hátul, körül nem tudom én 150 méter hosszan, 200 méter hosszan, itt nyílnak balra az előadó termek, és előtte, mindegyik előtt vannak kívül is, meg belül is ugye hallgatók, akik hallgatják. Ezek az előadótermek bent nagyon nagy létszámmal működnek, valamelyikben 500, 600, 800 szék is belefér. Nem véletlen, hiszen 12 000 látogatója van ennek a konferenciának. Nagyon sokan vannak. Itt éppen kardiológia előadás van bent és kint.